Kedves nézőink, Mayer Ferenc Sándor kezdeményezésére szombaton Padrakúton emlékoszlopot avattak a kommunista önkényuralom bányász mártírjainak és hőseinek emlékére. A következőkben erről számolunk be önöknek. Tisztelt ünneplő nemzettársaim, hölgyeim és uraim! Rég várt eseményre gyűltünk össze, régen esedékes adósság leróvására. Tiszteletet adni egy embernek, egy bányásznak, aki többre becsülte nemzete, népe szabadságát, mint a saját életét. Tiszteletet adni társainak, akik vele szenvedtek a rabságba. Ez a történet sokkal régebben kezdődött, mint 1966. Valamikor 56. októberében, amikor a magyar nép felkelt egy szuperhatalom és az általa támogatott kommunista diktatúra ellen, hogy megkísérelje helyreállítani Magyarország szuverenitását, levetni a megalázottságot, a bűnös nemzet hazug bélyegét. Felkelt, hogy helyreállítsa a szabadságjogokat, és megteremtse szabad választások útján a népakaraton nyugvó kormányzatot. A túlerő vérbefojtotta a magyarság szabadságvágyát, miközben a szabad világ meghatározó politikusai asszisztáltak a hóhéroknak. 1957 nyarára Magyarország újra csendes. Csak a megtorlás zajlik, megfeszített erővel, a fortélyos félelem eszközeivel. A magyar történelem legnagyobb politikai megtorlása. Majd 1963-ban, amikor a kivégzések száma már úgy 300 felé hajlott, a vezér elérkezettnek látta az eltiport nemzet kormányzására az új hazugságot, az új politikát. Aki nincs ellenünk, velünk van. Forradalom leverése után a társadalom kénytelen, kelletlen, többségében kompromisszumot kötött a véres kezű Kádárral, a vérben fogant rendszerrel. Fogyasz, de ne politizálj. Így fordíthatjuk le a gyakorlat nyelvére az aki nincs ellenünk, velünk van politikai szlogent. 10 évvel a forradalom után nem mindenki fogadja el ezt a jelmezt váltó rezsimet. Ilyen volt Devecser, ilyen volt Padrak. 1966-ban Vackó László, magyar történelem szakos tanár és barátai akarták felrázni a nemzetet. Ébren akarják tartani a forradalom eszméjét, szellemét. Programot készítenek, és készek a fegyveres harcra is. Ők elsősorban a szellem fegyvereit használva ébreszteni akarják az elbódult embereket, a zsibbadó hazaszeretetet. 1966. Hamusics János bányász és barátai, Balázs Sándor, Papp Pál, Búzás István, Molnár János, Illés József, Hamusics László, Kis Lajos, Lengyel József fegyveres ellenállást szerveznek, mert volt hozzá bátorság. Fegyvereket készítenek, robbanóanyagot gyűjtenek. Miért? Jelt akarnak adni a forradalomra. Úgy hiszik, úgy vélik, hogy 56 szelleme nem aludt ki, csak egy jelt kell adni, és újra kirobban a forradalom.
Kamusics János, az 56-os nemzetőr és barátai tehát nem fogadták el az összekacsintást Kádárral. Kétkezi emberek ők, a munkásosztály tagjai, akik egy percig sem hitték el, hogy ők az uralkodó osztály. Ezért a hatalom szemében sokkal veszélyesebbnek ítéltetnek másoknál. A vádirat ki is emeli, hogy Hamusics János egyetértett Balázs Sándor rendszerellenes kijelentésével, és a munkahelyén élvezett anyagi és erkölcsi megbecsülés ellenére hozzá hasonló nyilatkozatot tesz. Vagyis nem fogadja el a fogyasz, de ne politizálj kompromisszumot. Nem volt megvásárolható ember. És jelt akart adni, jelt a felkelésre. Felrobbantják a vasúti sínt, amelyen az orosz katonai szerelvények haladtak. Mostanában gyakran felteszik a kérdést, ez valahogy a korszellemben van. Terroristák vagy partizánok? Hogy van ez? A terrorista a polgári lakosság elleni cselekményekkel akarja kikényszeríteni céljai elérését. Ártatlan áldozatok életének feláldozásával. Ez a határvonal. Itt azonban szó sincs ilyenről. A szabadságharcos ilyen eszközökkel sohasem él, de igenis támadja az ellenség katonai létesítményeit, ami jelen esetben a várható szovjet katonai szerelvényt jelenti. Ez a tény a meghatározó. És ezt kerülte a PER, és ettől még a PM is félt, hogy nehogy a szovjet katonai szerelvény valahogy a bizonyítás anyagába kerüljön. És ez a meghatározó momentum mai napig hiányzik, ezért nem lehetett elérni a jogi semmissé nyilvánítást. Felmerül az a kérdés, hogy kell-e nekünk ilyen jogi gesztus? Azt kell mondani, hogy igen, jó, ha van, de nem tragédia, ha nincs. Az aradi 13 sem részesült semmilyen állami semmissé nyilvánításban. Nem volt perújítási eljárás sem az ügyükben. De a magyar társadalom mégis jól tudta, kik a hősök és kik a hóhérok. Lassan mi is kezdjük tudni. Nekünk is legalább ennyire kell ezt tudni, mint akkor az őseink tudták. És akkor a lelkünkben a dolgok a helyükre kerülnek, és ez a legfontosabb. Hogy mi ez a hely? Nos, az, hogy Hamusics János és bajtársai az 56-os forradalom utolsó harcoló fegyveres katonái voltak, és ezért jár nekik a tisztelet, jár nekik a megbecsülés.